Hát közben mélyebbre raktam a butut, csak visszakapcsoltam egy kicsit a kamerát. Fogtam egy elég szép tenyeres dívért. Hát, ha itten még sikerül többet fogni. Ez már most fenéken van, kicsit az úszó is. Följebb van, mint ahogy szokott. Pont az alsó ólom lehet szerintem az alján. Még akár ponty is jöhet ilyenkor. Azok kijönnek a sekélyvízbe. Meg hát itt szoktak a kacsák parádézni. Úgyhogy állítólag a halak szeretik azt a kacsák az ülülékét. Az olyan, mint az ünetetés. Ide jöttem, volt vagy 10 kacsa itt. Hoppá. Meg is van, de ez nem akkora, mint az előbbi. Viszont ez már dévérkeszeg. Bodorkák ezek szerint egy kicsit följebb jönnek, egy 20 centivel. Dévérek meg lent fenéken. Még egy akkorát fogni, mint az előbb, az olyan kis látványos első halnak. Kéne rá egy sülétolmot rakni az úszóra, mert eléggé érzéketlen. Jobban szeretem, amikor ki van egyensúlyozva, és csak a felső részét érzik alak, azt a kis pálcika felhajtó erejét. Hopp, szépen vitt a oldalt. Tizenkettei sinor. És egy nagyon picike kis horog, nem tudom hányos, még Kínából rendeltem régen. Pontyozó horognak rendeltem, mert a fényképen nagyobb horgot mutatott. Rendeltem vagy 300 darabot. Hát közben megjött ilyen nagyon picikek is. Igazándiból ilyen sneciző horog. A formája az volt, mint a pontyozó. Az a legjobb pontyozó méret. Na, ez szép. Ezt is valami megharapta. Lássátok, hogy nem jobb rá. Harapás az oldalán. Valószínű, hogyha mindegyiken van harapás, akkor azért van rablóhal a közelben. Hát 3 csónakú kacot horgáztam eddig, de szerintem fogtam már vagy 30 darabot. Még van a kis nyúzottakra, és amiben már semmi nincs, csak a bőre, még arra is kapnak. Ez itt nagyon jó pontyos rész, úgyhogy akár pontyot is foghatnák, bár szerintem ezt a 12-es zsinort szakítaná, mint a szél. Gondolkoztam, hogy matchbottal jövök, de hát mondom, felesleges. Messzire nem kell dobni. Itt még jég van. Itt, ahogy a spitz kopog, ott még jég van. Itt egy kis szobányi darab, ami ki van engedve. De ott a hullám már töri föl. Amióta itt horgászok, már legalább 100 méteres darab fel lett törve. Szerintem estére lehet, hogy egész a partig. Mélyre állítottam, valahogy nem annyi kapás van, mint eddig. Lehet, hogy följebb kéne húzni egy kicsit. Na, most talán. Viszi szép, hoppá,
le is akadt. Kár is. Ez nagyobb volt. Éreztem, hogy megindult. Végén nem is rossz kis pöcsel lesz itt. Egy órát horgászok szerintem. Kienged jobban a víz, akkor szerintem érzékenyebb rezgős pizzás bottal lehet, hogy kijövök. Akkor az elég szép keszegeket is lehet fogni. Tudja az ember, hogy hol vannak, akkor nagy rá az esély, hogy meg is lehet fogni. Megmozdulnak és éhesek is. Lassan készülnek az ívásra is, karika keszegek. Majd de pici, azt hogy húzta. Nem nyomtam le a horognak a szakállát, elfelejtettem. Jobban szeretem, ha le van nyomva, mert akkor csak egy kicsit vergődik, már le is jön a horogról. Csak vissza kell dobni. Na, milyen szépen viszi. Hopp, ez már jobb. Ez is bodorka. Egész szép. Le is szedte a csalit. Nem baj, megérdemelte. Kéne venni egy normálisabb csontis dobozt, mert ilyen kis dobozba befulladnak a csontik, hogyha sokáig vannak. Néztem a horgászboltba, de elég drága volt. Inkább valami üveget nézek majd. Hoppá! Hú, de szépen húzta. Ez már szerintem nagyobbik lehetett. Ellen is tartotta. Meglepődnék egy kilós ponty, elkapná, tavasszal szokott azért meglepetés lenni. Tavaly fogtam így combót is. Kárászok azok inkább már, amikor melegebb a víz, akkor sügér, az nem jött, pedig itt a gajak és csontival régen rengeteg sügét lehetett fogni. Nagyon szeretem őket, pergetni a legjobb, legsportosabb hal. Mindig visszadobom. De valahogy nem tudnak elszaporodni. Mindegy, szerintem én fogok még egyet, akkor kikapcsolom. Még kicsit talán pecázok, azt indulok hazafele. Mára mondjuk napos időt ígértek, de ehhez képest egészen borús. Talán egy 10 percre kisütött a nap. Na, húzod. Emeli szépen, hoppá, de szépen emelte pedig. Hosszabb, ólom után hosszabban hagytam Damért a horogig. Ilyenkor, amikor óvatosan kapnak halak, akkor jobb, hogyha távolabban az ólomtól a horog. Ilyenkor szoktam egy olyan 20 centit is hagyni.
kevésbé veszik észre. No. Csak lehet, hogy már egész picik lehetnek. Nem mirek ezt a kis horgot se fölvenni. Ez nem igaz. Viszi oldalt, de nem akad. Kéne rárakni egy kis rétolmat, hogy érzékenyebb legyen. De ahhoz képest így is jó. Fölveszik. Jobban szeretem az ilyen nehezebb úszókat spitzbutozni, mert ha fúj a szél, hopp, hát ez nem igaz. Ilyen gyönyörűen lehúzta. Hopp, viszi oldalt is, nem akad. Nem tudom, mi ahol lehet ez. Kicsi. Na most a jég még 100 méterre jobban szét kiolvadt. Szerintem még egy fél óra azt ideér a hullám. Ilyenkor érdemes pontyozni is. Hopp, ez is csak oldalazott. Hát mondjuk ilyen picikék valószínűleg azért. Tavaszra így szoktam, hogy távolabb rakom a horgot a horomtól, és hogy könnyebben fel tudják venni. Na, majd hullámzik, itt is olvad ki. Szerintem én ki is kapcsolom, úgyhogy ha tetszett, iratkozzatok fel. Sziasztok!